Az ellenkező melanoma egy agresszív daganat, amely ha nem észrevehető időben, a szem elvesztését is eredményezheti. Ez a leggyakoribb daganat az 50 éves kor felett. Mit kell tudni róla? Súlyos esetekben a szemgolyót el kell távolítani, a melanómát alapvetően bőrrákkal azonosítják a köztudatban, és kevésbé valószínű, hogy kialakul, és 25-30 betegnél diagnosztizálják szemmel Weiss Egyetem Szemészeti Klinikáján. Dr. Zoltán Zsolt, Nagy Zsolt, szemmel Weiss Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója. Hangsúlyozta, hogy általában elhanyagolt eseteket találnak, amikor csak a szemgolyó eltávolítása lehet felhasználni daganat véráramba történő megfékezésére, és más szervekbe terjedhet. Patológiai rák több esetben előfordulhat, a helyek, beleértve az íriszt, sugárzást és a retinaté. Az utóbbi leggyakoribb eset. Ezek az ellenkező melanoma tünetei. Az ellenkező melanómát leggyakrabban a szemészeti vizsgálat során fedezik fel. A lézió a szem alján szűrhető a pupilla tágulással. A külső részektől látható léziók nem, vagy csak ritkán alakulnak ki a szemhéjon vagy retina N-tünet. A növekvő látás károsodását, torclátás vagy látásvesztés szélesebb erek. De előfordulhatnak szemfájdalom, talán barna folt a szemfalán. Szinte kivétel nélkül a melanómát csak az egyik szemnél fedezik fel. Az ellenkező melanoma okai az előre haladott életkor mellett család felhalmozódása, fény és bőrszíne, valamint megnövekedett UV-sugárzás fontos kockázati tényező fejlődésben. De például szürke hályog vagy szaruhártya problémái is feltárhatók. A korai felismerés fontos, mivel ez növelheti a látáshélesség kezelésének és megőrzésének hatékonyságát. A kezelési lehetőségek a daganat méretétől és helyétől függnek. Enyhe esetekben lézerkezelés. A tumor érintkezési besugárzása vagy kivágása lehetséges, az utóbbi időben felismert. Erősen termesztett rosszindulatú daganatok csak szemgolyó műtéti eltávolításával lehetséges. Életprotruding. Az eltávolított szemgolyót most egy esztétikai, nem sztrájkoló protézis helyettesítheti, de ugyanakkor a rákos elváltozások rendkívül agresszívek, így könnyen metasztázisokat okozhat, ami jelentősen rontja a túlélés esélyét. Noha napkáros sugarai nem gyakorolnak olyan közvetlen káros hatást szemre, mint bőrre, érdemes nyáron biztosítani megfelelő védelmet. Hozzátette klinikai igazgató, az arc lehető legnagyobb mértékben, hogy szemoldalról védjen. Az UV-sugárzás elsősorban a szaruhártya és a lencse sérüléseit okoz.